Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vendégem, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok. Mindjárt fogunk beszélni a parlamentről, engedje meg, hogy Karsai Dánielről feltegyek egy kérdést önnek, hogy ön volt az egyetlen, aki megszólalt a kormány részéről ebben az ügyben. Mit gondol, és Karsai Dániel elhunyt néhány órával ezelőtt, mit gondol az ő halálának a körülményeiről, illetve Bedő képviselő úrnak arról az akciójáról, hogy gyakorlatilag felállásra késztette a parlamentet? Az első az ennek a személyes része. Én ugye nem ismertem, vagy nem régről ismertem Karsai Dánielt, hanem amikor már ő nagyon súlyos állapotban volt, akkor hívott meg magához, és miután elmentem és beszélgettem vele, ezért ennyiben az ügyet személyesnek is éreztem. Ő ezt az egészen elképesztő fájdalmakkal járó betegséget egészen példás méltósággal viselte, és éppen ezért én úgy gondoltam, hogy az a helyes, hogyha ebben a helyzetben, hogy ennyi személyes kapcsolat is volt közöttünk, mindenféleképpen az ő elhunytáról megemlékezem. Még akkor is, hogyha az a küzdelem, amit ő vívott, vagy amit célként maga elé kitűzött, abban mi nyilvánvalóan nem értettünk egyet, és ezt még abban a helyzetben is meg tudtuk beszélni egymással, amilyenben ő engem vendégül látott. De ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az emberi élet egyszerű és pótolhatatlan, és éppen ezért mindenkinek halála fájdalom, és azt pedig vitán felül áll, hogy ő egészen rendkívüli méltósággal, humorral, sőt öniróniával viselte ezt a betegséget. 25 törvényt terveznek az őszi ülésszakban elfogadni, adótörvénytől, atomenergiával kapcsolatban. Talán a legtöbbeket érintő az a költségvetési törvény lesz. Meg tudja erősíteni azt a sajtóinformációt, hogy az amerikai elnökválasztás után, tehát november 10-e körül tervezik benyújtani, és majd decemberben elfogadni. Igen, megfelel a valóságnak. Önmagában is azt a korábbi gyakorlatot, ami szerintem bevált, hogy az országgyűlés nem decemberben fogad el költségvetést, hanem júniusban, azért változtattuk meg 10 év után, mert úgy gondoltuk, hogy most több érv szól amellett, hogy egy évre kivételes jelleggel visszatérik a decemberi elfogadáshoz, és az ezen érvek közül a legsúlyosabb az az, hogy az amerikai elnökválasztás után fogunk tisztán látni abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatásával kapcsolatosan, időtartamával kapcsolatosan, hosszával kapcsolatosan mire kell számítani. Az nyilvánvaló, hogy egy demokrata adminisztráció nem hozna érdemi változást, hiszen gyakorlatilag ebben az esetben az eddigi alelnök lenne az amerikai elnök, míg az is nyilvánvaló, és az elmúlt hetekben azok számára is világossá vált, akik mást feltételeztek volna a Trump elnöksége esetére, azoknak is nyilvánvaló vált, hogy Trump elnök békét akar, és gyors békét is fog elérni, vagy legalábbis az Amerikai Egyesült Államoknak minden eszköze megvan arra, hogy ha akar, akkor gyors békét érjen el, az elnök pedig, vagy a korábbi elnök, és leendő, vagy mostani elnökjelölt, esetlegesen leendő elnök elkötelezett a béke mellett. Tehát, hogyha ez a helyzet előállna, akkor számolhatunk azzal, hogy a gazdasági növekedésre vonatkozó pozitív hatásokat, amelyel a béke együtt járna, tervezhetjük a költségvetésben. Hogyan fogja a költségvetés, milyen költségvetésre kell számítanunk, hogyan fogja a gazdasági függetlenséget, illetve a versenyképességet elősegíteni a költségvetés? Elsősorban azt szeretnénk, hogy a Magyarország olyan költségvetése lenne, ami a gazdasági növekedést szolgálja. A gazdasági növekedést számtalan eddig bevezett intézkedés szolgálja, és számtalan majd most meginduló program is ezek közé tartozik. A családtámogatások növelésétől, a munkáshitel bevezetésén át, minden olyan intézkedéssel, akár kis és közepes vállalkozások támogatásán keresztül azt szeretnénk szolgálni, hogy Magyarország tudjon kimaradni abból a pangásból, ami az európai gazdaságot az elmúlt években jellemezte, és valószínűleg még a jövő évben is jellemezni fogja. Most a jó hír az, hogy minden előrejelzés szerint, még a kormánnyal a legcsekélyebb szimpátiát sem mutató intézetek előrejelzése szerint is, gazdaságpolitikával foglalkozó intézetek előrejelzése szerint is, a jövő évben legalább 3%-os növekedés lesz. Hogyha egyébként béke van, hogyha szomszédunkban nem lesz háború, és ennek pozitív világgazdasági hatásait már a jövő évben kézzelfoghatóan érezni fogjuk, akkor valóban a 4-5, akár még 5% fölötti növekedés is reális lehet. A költségvetésnek természetesen az a feladata, hogy hiány csökkentse, adósságot csökkentse, a családtámogatási rendszert növelje, a katonaságnál fenntartsa azt a GDP arányos 2%-os ráfordítást, amit Magyarország nagy
erőforrásokat mozgósítva elért, és lesz egy a kis és közepes vállalkozásoknak szóló része is ennek a költségvetésnek, illetve az adótörvényeknek. Én abban bízom, hogy ez is segíteni fogja azt, hogy a magyar gazdaságnak az a törzse megerősödjön, ami a legtöbb embernek ad munkát. Hogyha 2026-os választásokra úgy szeretnének ráfutni, hogy a választókerületeket megváltoztatják, akkor azt még idén el kell fogadni. Van-e változás abban a tekintetben a parlamenti küszöb, illetve a külhoni választókerületek tekintetében? Nem, semmilyen változás nincs. Nem is. Tehát nem csökkentik a parlamenti küszöböt. Tárgyaltunk ilyenről, nem, ezek nem merültek föl. Amit meg kell tennünk, azt a törvény alapján kell megtennünk, hiszen hogy annak idején egy teljesen aránytalan választókerületi beosztás helyett megfeleztük a parlament létszámát, és egy arányos választókerületi beosztást fogadtunk el. De eltelt 2012 óta 12 év, és ennek megfelelően az országban bekövetkezett demográfiai változások, népességvándorlás miatt az akkori arányosság az ma relatívvá vált. Ezt az arányosságot helyre kell állítani, ez matematikailag kiszámolható, ez nagyjából annyit jelent, hogy Budapesttől két választókerületet Pest megyéhez kell tenni, illetve még Somogy megyéből egy választókerületet elvenni, és azt nagy valószínűséggel Győr-Moson-Sopron megyének adni. És ehhez képest még megyéken belül vannak olyan arányosítások, amelyek azt szolgálják, hogy következő két-három választásra is változtatás nélkül ez a beosztás jó legyen, de nagy forradalmi változtásokra szerintem nem kell felkészülni. Marad az a választójogi rendszer, ami 199 fős parlamentet jelent, 93 listán megválasztott képviselőt és 106 egyéni választókerületet, ahol a győztes szerez mandátumot. Egy furcsa őszi parlament elé nézünk, hiszen gyakorlatilag a parlamentben lévő baloldali ellenzéki pártok támogatottsága elolvadt, van viszont egy parlamenten kívüli párt, amelynek nagyon jelentős a támogatottsága, ez a Tisza párt. Önben milyen kérdéseket vet fel a Tisza párt vezetőjének, Magyar Péternek a mentelmi jogával kapcsolatos, hogy mentelmi, az ötkertes bulival mentelmi joggal kapcsolatos ügye? Én azt látom, hogy az életben maradt baloldali pártok közül a Tisza párt a DK-val a hazugságban próbálja meg felvenni a versenyt, Magyar Péter Gyurcsány Ferenc a hazugságban próbál versenyezni, ezért egy nagy kihívás, legyünk őszinték, hiszen Gyurcsány Ferenc a magyar közéletben azzal vált ismerté, hogy még választást is sikerült hazugsággal nyernie. Az, hogy valaki a mentelmi jog eltörléséről beszél, arról beszél, hogy nem megy ki Brüsszelbe képviselőnek, bármilyen eredményt ér el a Tisza párt, majd kimegy Brüsszelbe képviselőnek, és ott azon ügyködik, hogy egy lopás miatt vele szemben indult eljárás során a mentelmi jogát tartsa fenn a parlament, ez jól mutatja azt az eredményességét annak a küzdelemnek, amit a hazugság ügyében Magyar Péter Gyurcsány Ferenccel folytat. Az ön jogérzéke lopásról vagy rablásról gondol? Úgy itt arról van szó, hogy erőszakkal elvette egy férfinek a telefonját. Ezen van egy vita, mert nyilván a szándék sem mindegy, de én ezt sose, mindig távol tartottam magam attól, még hogyha lett volna jogi véleményem is, hogy az ügyészségnek vagy csak egészen szélsőséges esetekben nem tudtam eltekinteni attól, hogy az ügyészségnek a jogi minősítéseit én próbáljam felülminősíteni, éppen azért, mert a vádhatóság monopóliuma az Magyarországon az ügyészségnél van, és nem lenne szerencsés, hogyha egyébként az ügyészségtől Magyarországon teljesen független kormány ebbe beleszólna. Amikor ön Gyurcsány Ferenchez, illetve a DK-hoz hasonlítja a Tisza pártot, Magyar Pétert, ahhoz a DK-hoz, amelyik most éppen a nulla felé konvergál támogatottságban, akkor ezzel arra is utal, hogy nem érzi veszélyesnek a Tisza pártot, mint politikai fenomént? Én úgy gondolom, hogy amit eddig a Tisza pártból látunk, az Magyar Péter és semmi más. Amit pedig Magyar Péterből a nyilvánosság láthat, az egyre több és egyre kevésbé szimpatikus, nem nagyon telik el úgy nap, hogy valamilyen hazugsággal szembesülne a nyilvánosság, és ez nem értékítélet, ez tényszerű hazugság, hogy valaki azt mondja, hogy nem megy ki Brüsszel, majd felveszi a mandátumát, valaki azt mondja, hogy el kell törölni a mentelmi jogot, majd saját maga akarja azt a leginkább visszaélésszerűen gyakorolni, miközben egyébként tegyünk hozzá, hogy az ügyészség nagyon sok fideszes képviselő mentelmi jogát is kikérte az előző parlamenti ciklusokban, olyan, hogy mi közvád miatt emelt vádnál ne támogattuk volna mentelmi jog felfüggesztését, ilyen soha nem volt. Európában közben jobbra tolódás figyelhető meg, ugye ez már a június 9-i választásokon is érezhető volt, de tulajdonképpen a magyar kormány politikai szövetségesei azóta is aratják a győzelmeket, legutóbb Ausztriában a Szabadságpárt győzött. Mire lehet következtetni, hogy milyen optimizmusra ad ez okot az önök szempontjából? Egyrészt itt Magyarországon, másrészt
a Patrióta képviselőcsoportban Brüsszelben. Mindenféleképpen jó hír, hogy a Patrióták egyik alapító tagja, az Osztrák Szabadságpárt megnyerte a választásokat. Valóban történelmi eredmény, hiszen soha ilyen jól nem szerepelt a Szabadságpárt, soha nem is nyerte meg a választásokat, és soha nem kapott ilyen mértékű bizalmat. Az, hogy ebből lesz-e osztrák szabadságpárti kormány, azaz a vesztesek alakítanak-e kormányt, vagy pedig a Szabadságpárttal a Néppárt, gyakorlatilag ez a két alternatíva van, ezt ma nem látjuk előre, én inkább a pesszimisták közé tartozom. Tehát én úgy gondolom, hogy az európai közeg, illetve az osztrák médiának az egyértelmű baloldali elfogultsága, az a kisebb ellenállás irányába is viheti a Néppártot, ami azt jelenti, hogy akkor összeállnak a SPÖ-vel, aki viszont történelmi a legrosszabb eredményét érte el, tehát a két legnagyobb vesztesnek együtt van egy-két mandátumos többsége az osztrák parlamentben, és ők is összeállhatnak. Tehát ez egyik reális forgatókönyv, a másik pedig, hogy a választói akaratot tiszteletben tartva a legerősebb osztrák párt, a Szabadságpárt alakít kormányt, nekik az egyetlen lehetséges potenciális koalíciós partnerük a Néppárt, akivel már voltak koalícióban, csak akkor, amikor koalícióban voltak, akkor Kurz kancellár alatt a Néppárt volt a nagyobbik párt, és a Szabadságpárt a kisebbik. Kérdés, hogy ez fordítva működőképes lesz-e, illetve kit fogadnak el kancellárnak. Egyet biztosan tudunk mondani, hogy az a migrációellenes, családbarát, konzervatív polgári politika, amelyet Magyarországon mi képviselünk, az most Ausztriában is többségre jutott. A szavazók szempontjából nyilván, akik a Szabadságpártra szavaztak, így gondolkoznak, de sokan, akik a Néppártra szavaznak, azok is így gondolkoznak, tehát Ausztriában van egy strukturális jobboldali többség. Ebből nem következik, hogy a kormány is ilyen lesz. A baloldali sajtóban nagy teret kap a kormánynak egy állítólagos tervei, nem tudom, hogy így van-e vagy nem, egy migráns tábor felállítására az osztrák határ közelében. Ha van ilyen tervük, akkor a Szabadságpárt győzelme változtathat-e ezeken az elképzeléseken? Azért nem változtathat, mert a kormánynak nincs ilyen terve. A helyzet az, hogy ott egy menekült tábor volt. Tehát az a nyilvánosság előtt folyó vita, amit az elmúlt hetekben láthattunk, az azért komikus egy kicsit, mert ott nem lesz menekült tábor, hanem volt, ukrán menekültek voltak ott, akik néhány héttel, hónappal ezelőtt elhagyták ezeket az épületeket, borzalmas állapotokat hagyva maguk mögött, és a terv az az, hogy két rendészeti iskolának lesznek ott képzései, nyári táborai. Úgyhogy ezzel kell vitnyéren számolni, semmi mással. Gulyás Gergely, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.